A negyedik negyedet az Eisberg támogatta. Nem stúdióban, hanem egy kávéházban ülünk, úgyhogy az élet körülöttünk. Remélem, hogy a zene is meg fog majd még szólalni, vagy nem, mert az imént még zongoráztak. Örülök, hogy beszélgethetünk, és ugye folytathatom a tegeződést. Természetesen, én is örülök. Ami engem izgat, és hát, ha te ebbe tudsz segíteni, azt hiszem, hogy tudsz, mert írtál is erről, hogy van-e lélek, és hogyha van, akkor az hol van? Hát, ez ízlés kérdése, hogy van-e lélek. De egy biológus, hogy is mondjam, ilyen lélek nevű dolgot nem talál a testen belül, de elnevezheti léleknek mondjuk a szabályozás folyamatait. És akkor már van lélek. Jó, de ez a szabályozás, amikor jön a halál, akkor leáll? A lebizony. És akkor a lélek nem tud elszökkenni, csak egyszerűen annak is vége van. A lélek is meghal, igen. Ezt sokan vitatják. Hát, tiszteletem nekik. De miért jó hinni ebben, hogy van? Mert az ember nem szeret meghalni. Ezt te honnan tudod? Hát, mert én sem szeretek például. Egyszer csináltál, illetve nem is tudom, hogy az a te képzeleted műve volt, a halott ember mesé, de olyan érzetem volt, mintha te haltál volna meg, és te meséltél volna. Hát akkor jó egy írás, hogyha az olvasónak ilyen érzései vannak. Abban minden össze van foglalva erről. Igen, még a boncasztalra is felfeküdtél. Hát majdnem. Jó, hát nyilván csak képzeletben. Hát nem teljesen, mert elmentem a boncolás professzor asszonyához, és vele sokat beszélgettem, meg másokkal is. Tehát igazából a boncoláshoz közel álló emberek humán etológiáját tanulmányoztam egy kicsit. Ugye a boncolást maguk között boncikálásnak hívják, ezzel kisebbítve a dolog súlyát. Jó. Miközben persze te tudományos, vagy materialista, vagy biológusi szemmel nézed a világot, azért eközben neked is vannak érzelmeid, neked is vannak dührohamaid. Érzelmek biológia, düh biológia. Minden? Minden. Mindent meg lehet magyarázni ebben? Minden. Mondj egyet, amit nem. A gondolat. Miért ne lehetne a gondolat? Az állatok is gondolkodnak. 2012-ben volt egy nagy neurobiológiai konferencia a Cambridge-ben, a Stephen Hawking is ott volt, tehát minden fontos ember ott volt, és ott hoztak egy deklarációt, amiben azt fejtik ki, hogy a gerinces állatoknak a idegrendszere az körülbelül azonos elvek alapján épül fel. Tehát mondjuk egy egér és egy ember között nem a szerveződésben van különbség, hanem a méretben. Az egérnek pici agya van, az embernek nagyon nagy, nagyon sok különbség van természetesen, de az állatok is gondolkodnak, éreznek, emlékeznek, és véget vetettek ezzel a magatartástudományok hosszú-hosszú periódusának, amiben azt gondolták, hogy az állatok azok csak gépek, csak reflexekre válaszolnak, és nem gondolkodnak. Úgyhogy most egy nagy közösségben vagyunk, ahol ilyen kisebb gondolkodók is vannak. Akik akár 80-100 szót vagy kifejezést is meg tudnak jegyezni. Hát többet megjegyeznek, de megértik a 80-100 szót. Az a fontos. Uh-huh. A megértés a fontos. Én szeretném azt megérteni, hogy hogy lehet ennyire racionálisan nézni a világot. Például te nem sajnálod magad, hogy el fogsz múlni? Magamat nem sajnálom. Kutyámat azt sajnálom. Mert én tehetek, hogy is mondjam, én részese vagyok egy folyamatnak, és azt én beállítom, hogy annak egy íve van, és az az utolsó negyed, ugye, hogy adásról is beszéljünk, ebben most már benne vagyunk. Hát ugye, benne vagy, mert 86 hét. Már 7? Hát 6 és fél. Igen. Ahogy mondani szokták, az sok. Igen. Vagy nagyon kevés, hisz te jól érzed benne magad.
Én minden koromban igyekeztem abban a korban jól érezni magam, most ez adódott, ebben érzem jól magam. Nem szeretnék még egyszer 20 éves lenni. Az világos, igen. Ezek szerint ez sem. Azért játszunk a gondolattal. Mi van akkor, amikor már nem leszel, amikor ez a rendszer megszűnik működni? Akkor... Csak egy emlék leszek. Ennyi? Igen. Gondold el, hogy hány milliárd ember élt és ment el, most itt nyüzsögnének a lelkek és érdeklődnének, szörnyű volna. A történetük maradt meg. Mindenkinek van egy saját története, és az megmarad a világ végezete után is. Mert megtörtént. Hát, megtörtént, csak a kutya nem fog tudni róla már. És a lelkekről miért kellene a kutyának tudni? Megint a kutya, látod. De ne a kutyáról, hanem most akárról beszélünk. Egyszer azt olvastam, hogy láttál, vagy filmen láttad, nem tudom én, Afrikában egy sakált, ahogy elpusztul. Egy dögöt láttam, amit filmeztek hetekig, és ugye azt lehetett látni, hogy először semmi különös, aztán ugye elkezd a felülete egy picit mozogni, és akkor egy hét múlva elrepül. Az egész hús, bőr, minden elrepül, csak a csontok maradtak. Igen, hát nem a hús, meg nem a bőr repül, hanem a legyek. Hát természetesen, de nagyon szép dolog volt, hogy visszakerült a keringésbe, mert a halak, békák, gyíkok, akik a legyeket esznek, ezek aztán tovább viszik a sakál darabokat. Nagyon szép történet volt. Ez a visszakerül, meg hasznosul, meg nem tudom én, ez a te elképzelésed szerint veled is így fog megtörténni? Te például rendelkezel arról, hogy veled mi legyen? Én nekem az a családban a kifejtett, többször kifejtett véleményem, hogy a halottnak kus. Tehát, hogy én mondhatok mindenfélét, hogy mi legyen velem, de aztán nem leszek ott, hogy rájuk szóljak, ha nem úgy csinálják, akkor mi értelme van, hogy szóljak? Aha, mert az neked nem okoz lelki nyugalmat, ha azt mondod, hogy temessenek, vagy nem, ambasszanak. Nem, nem, és azt is szoktam mondani, hogy a halálom utáni jutalma, kitüntetések nem érdekelnek, most ide mindent, amit lehet. Főként a pénzzel is jár. Igen, és aztán utána meg nem érdekel. Hát gondold el, hogy nem vagy, hát akkor... Én ezt nem tudom elképzelni. Miért? Hát amikor alszol, lefekszel, akkor nem vagy. Hát Karinti is említett, hogy egy... illuminált ravasz fickó fekszik le, és egy szörnyű, álmos, kialvatlan valaki ébred fel minden reggel. Egy másik ember. Masa érti, hogy ez hogy van. Igaza volt. Hogyha jól tudom, akkor havonta meghal a világban körülbelül 8 millió ember. Igen, hetente 2 millió. 8 millió ember valamilyen módon visszakerül ebbe a körforgásba. Végeztem fejbe egy gyors számítást, mondjuk számítsuk 50 kilósra egy embert, mert van nagy darab, meg kisebb, meg fiatalabb, meg már elfogyottad, akkor az 400 ezer tonna. Tehát havonta 400 ezer tonnányi lélek, ahogy te mondod, már lélek nélküli test, ről kell gondoskodnia a föld lakosságának, hogy azzal mi legyen. Ez már egy hihetetlen komoly iparág. Mindig is az volt. Hát a halottakkal mindig akartak valamit csinálni. Igen, de régen legalábbis azt mondják faluhelyen mindenképpen, ez a gondoskodás más volt, mióta ez a civilizáció ilyen hihetetlen ütemben fejlődik. Akkor virasztottak, megmosdatták. Hát többet törődtek vele, mert a közösségek törődtek azzal, hogyha egy tagjuk elválik, akkor attól mindenki elváljon. És a ilyen utólagos siránkozás az lerövidüljön arra néhány napra, amíg eltemetik, és utána megy az élet tovább. Ez volt a normális. Nem tudom elképzelni, hogy mi lesz. Tehát azt mondja a Sándor Palika, akivel szintén beszélgettem, rendező, bocsánat, Sándor Pál, azt mondja, hogy kint állt a teraszán, nézte a fákat, hogy hajladoztak, és azt mondja, én nem tudom azt elképzelni, hogy ezek a fák akkor is hajladozzanak, amikor én már nem leszek. És egy kicsit megsajnálta magát, persze.
mert mindannyiunkban van félelem, talán csak benned nincs. Úgy vagyok vele, mint Popper Péter, őt szoktam ezügyben idézni, aki azt mondta, hogy a haláltól nem fél, a meghalástól igen. És az oda vezető úttól is lehet félni az utolsó szakaszt? Hát nyilván, hogyha az ember valamilyen csúf rákot kap, vagy elüti a villamos, vagy szóval ezerféle módja van annak, hogy ne szép halála legyen, azt senki sem kívánja magának, de aztán, mikor megszűnik a dolog, hogy azt utána mi van, az kit érdekel. Mit gondolsz arról, miért nem beszélünk a halálról? Tehát én azt figyeltem meg, hogy a családokban a szülő, a gyerekkel, a nagyszülő, a unokával ezt a témát mindig kínosan kerüli. Nem, mint hogyha... Ez a kultúránk hiányossága. A normális kultúrákban elfogadják, hogy az életnek van egy íve, más dolgok fontosak gyerekkorban, fiatalkorban is, más dolgok fontosak időskorban is, hogy az dolog az befejeződik. A mai világ úgy gondolja, hogy mindent meg kell tartani, mindig egy mában kell élni, a férfiak festik a hajukat, és úgy gondolják, hogy ők nem fognak meghalni, hanem itt fognak az idők végezetéig a nyakunkon ülni. Szörnyű lenne. Igen. Én is így gondolom. Na, ugye. Elhitették velem. Örökké itt leszek erősen, mondjuk a hajamat nem fogom pesteni. Az már fölösleges. Azt mondod, hogy más kultúrákban ez nem így van. Egy kultúra meg tud halni? Hát a kultúrák is halnak természetesen. Hát sok, sok ezer kultúra volt, és ezekből már csak néhány száz van. Minden elfeledhető, minden betemet az idő, úgy látom. Dinoszauruszok sincsenek. Igen. Ugye ez is az embernek az ilyen, hogy is mondjam, furcsa tulajdonsága, hogy elő akarja a múltat is kaparni. Ugye azon dolgoznak, hogy mamutot csináljunk, egy élő mamutot milyen nagyszerű lesz. Biztos meg fogják csinálni. Aztán már később dinoszauruszt is lehet. Itt fognak szaladgálni. Ez hagyján, de az embert is meg tudják már csinálni lassan-lassan. Hát először is mindent kipreparálnak és átrakják a még meg nem halt szerveidet, hogyha kell egy másik emberébe, hogy szolgáljon. De nem is tudom, hol olvastam. Egyébként lehet, hogy ezt is épp tőled, hogy nem tudom én, milliméter szeleteket csináltak egy emberből. Igen, az interneten lehet látni férfiakat, nőket nagyon vékony szeletekre vágva, és megfelelő komputerprogrammal mindent lehet belőlük látni. Csak a lelküket nem? Ha volt nekik, akkor az is ott van. De nincs. A gondolat szabadsága érdekel meg engem, a tekintetben, hogy azért ugye az teljesen rendjén van, hogy az emberek egy jelentős része hisz a túlvilági életben, mert megnyugvást ad az neki, hisz abban, hogy még találkozik az őseivel, hisz abban, hogy ápolni kell a halottak emlékét. Te például jársz temetőbe, visszagondolsz a szüleidre? Nagyon ritkán elmegyek, de én a fejembe is meg tudom őket látogatni. És meg is látogatod? Igen. Tehát fontos neked még? Hát az emlék az persze, hogy fontos, az az én életem része. Hát belőlük annyi van, amennyire én emlékszem. És az utánad lévő generációban, te fiadban, lányodban már nem valószínű, hogy ez megmarad, főleg ha nem volt része az életüknek. És az miért probléma? Hát ősök ezrei vannak mögöttünk, és nem tudjuk, hogy kik voltak. Mert a múlt fontos. Az a közvetlen múlt fontos, amiben részem volt, az a múlt fontos. Az a múlt, ami előtte van, az nem érdekel. De egy nemzetnek az is fontos. Hát egy nemzet az nem én vagyok. Igen. Nemzet az egy más konstrukció, abban sok minden fontos, a múlt is fontos, a jelen is. Azon lehet gondolkodni. De a nemzetek is meghalnak idővel. Semmi se állandó és semmi se örök, hál' Istennek. Hála Isten, mégis valami módon nagyon ragaszkodunk ahhoz, hogy föl tudjunk mutatni olyan érték. Mondjuk ugye, hogy elképzelhetetlen a ma a múlt nélkül, meg hát fordítva a jövő is, vagy nem fordítva, nem tovább gondolva, de
ez messzire visz valóban? Hát elképzelhetetlen. Az elképzelhető az mindig esetleges. Tehát hogy így képzeljük, vagy úgy, valamit képzelünk, és az fontos nekünk. Hogy pontosan hogy volt, azt ki tudja. Azt hiszem, hogy megkérdezhetem tőled, és akkor itt már nem az egyén haláláról, nevezetesen nem az enyémről, vagy a tiedről beszélünk, hanem amikor nagyon sok ember hal meg, hogy az is elképzelhető, hogy történik egyfajta katasztrófa. Hogy nem 2-3 millió ember, vagy 4 millió ember fog meghalni, mint mondjuk most a Covid-járványban, hanem egyszerre több, sokkal, de sokkal több. Te elképzelhetőnek tartod a mai tudásod alapján, hogy a mai civilizáció, hát ha nem is eltűnik, de akár még ezt is megmerem kérdezni, egyszer csak lesz egy olyan nagy baj, hogy milliárdok halnak meg? Elképzelni mindent lehet. Van egy kiváló könyv, ami a Obama listáján is elő van, az a jövő minisztérium a nevet viseli, és arról szól, hogy 20-30 év múlva mi lesz itt a Földön. Borzalmas olvasmány, és hát abban vannak ilyen dolgok, hogy Indiában jön egy hőhullám, fölmegy a hőmérséklet 45-50 fokra, és 20 millió ember meghal egy hét alatt. És ez mindenféle folyamatot elindít. És nem tudnak mit csinálni, mert olyan nagy területet érint, hogy a szélén mentik az embereket, de egyszerűen nem tudnak annyi embert megmenteni elég gyorsan, és 20 millió a halott. Tehát ilyenek vannak, erre, hogy is mondjam, felkészülhet az emberiség, hogy ilyen dolgok majd jönnek. A 8 milliárdhoz a 20 millió arányos, ez nem olyan sok. Igen, de a 2 millióhoz azért ahhoz képest sok. Meg ugye, amikor ezen gondolkodik valaki, akkor ezt soknak fogja találni. Tehát, hogy egy nagy területen mindenki meghal, az azért elborzasztja az embert. Tehát 8 milliárd az túl sok. Akik ezzel foglalkoznak, azt mondják, hogy a 1,5-2 milliárd ember lenne ideális, mert akkor a bioszféra is életben maradna, és az a 1,5-2 milliárd azért kellene, hogy a legfejlettebb technikákat azért megtartsuk. Tehát, ha jön egy üstökös vagy egy aszteroida, akkor annak az eltérítését még ezzel a 1,5-2 milliárddal meg lehet oldani. Hát persze ezer más veszély is fenyegethet egy ilyen kődarab, kis mohos felszínén érdegélő lényeget. Én nem látom életbiztosításnak ezt az egész. Hát azért a mi életünkben azt gondolom, ez már valószínűleg az ember evolúcióval foglalkozik, hozzászokik a millió évekhez, és ugye 200 év múlva, édes Isten. Rád mennyi ideig fognak emlékezni, mit gondolsz? Néhány évig. Több mint 40, tehát 50 könyvet is írtál, azért abból csak fönnmarad néhány. Ha visszagondolok, hogy az én ifjú koromban olvasott ilyen tudomány népszerűsítő könyvekből mi maradt meg? Semmi. Úgyhogy valószínűleg az enyémekből sem maradt sok. Akkor az a történés, amit te az eddigi életedben tettél, az nem túl jelentős? Mi az, hogy jelentős? Kinek jelentős? Neked legalább. Hát de nekem jelentős, amíg élek. Aztán, ha már nem élek, akkor már nem érdekel, hogy mi lesz vele. De mi az, hogy jelentős? Erre nem válaszoltál. Hát jelentős az, ami hosszú ideig fönnmarad. Jelentős mondjuk... Az nem biztos. Nem biztos. Nem? Hát bocsáss meg, a sziklák is hosszú ideig fönnmaradnak, most azok jelentősek. A hirtelen szemüvesz jutott eszembe, kitalált valami olyat, ami a kultúra sokáig... mindig kiragad egy-egy szemét valamilyen dolognak a illusztrálására, és ezek akkor is nem csak ő találta ki azt, hogy kezet kell mosni, a Lister Angliában, aki széttelepítette a kórházat, fenollal mosatta a kezet, tehát ez el van egy kicsit túlozva. A Semmelweis nagyon fontos a magyar
orvostudomány szempontjából, de akkor már a levegőben volt ez a gondolat, és máshol is megjelent. Úgyhogy minden tiszteletem a számolvájszét természetesen. Jó, leéltél eddig 86 és fél esztendőt, remélem, hogy még bőségesen jut idő, de talán már a számvetés ideje itt lehet. Te néha gondolkodtál azon, hogy többet is tehettél volna, vagy más utat is bejárattál volna, vagy hogy szerencsém volt, hogy mindezt megtehettem? Ja, természetesen az ember egész életében gondolkodik azon, hogy amit tesz, az annak van-e értelme, és hogy mit kellett volna tenni. És én elég hamar rájöttem, hogy amiket én teszek, mindig ugyanazt csinálnám, ha előről kezdeném, mert nem tudok magamon változtatni. És ez egy adottság, hogy az ember hogyan birkózik meg az élet problémáival, és ezzel nem nagyon... Tehát abban nem hiszek, hogy jaj, most egy konkrét dolog nem történt volna meg, akkor most velem valami egész más történt volna. Lehet, de abban a másik történetben is valószínűleg jól éreztem volna magam, mert én ilyen nyüzsgő alak vagyok, az mindegy, hogy melyik történetbe kerülök. A történet pedig maga az élet, a te felfogásod igen, alapján. Mert a lélek. A lélek maga, igen, mert mindenkinek van egy története. Ennyi. Hát ennyi. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.